Mi senkit sem akarunk elriasztani, csak megmutatjuk. Ilyen egy dohányos ember tüdeje. Valószínűleg a lápafolyék is elszörnyűködve látták az egészségnapra a Dombóvári Kórház egészségfejlesztési irodája által kiállított példányt. A szakemberek azt mondják, bárhol bemutatták, azt elérték, hogy a döbbenet megjelenjen a látogatók arcán. Bemutatóként elhoztuk ezt a dohányos tüdőmodellt, ami azt gondoljuk, hogy elég riasztó, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan néz ki már a tüdeje több éves dohányzás követően. Így, tehát a levegővel felfújjuk, és lehet látni az elszíneződésén kívül azokat a lebenyeket, amelyek már nem is tudnak működni a nikotin lerakódása miatt. Ez elég hatékony szokott lenni, amikor bemutatjuk ezt a modellt. A dohányosoknál nem csak a tüdőben jelenik meg az elváltozás a nikotin lerakódás miatt, hanem a szájban is. Ez a modell többféle dolgot is illusztrál. Az egyik a fogakon megjelenő elváltozás, a másik pedig, ugye, ahol a cigaretta, illetve esetleg a szivarozóknál a szivar elhelyezkedik, bizony a daganatos megbetegedések is nagyon gyorsan mutatkoznak, sokkal nagyobb az esély ebben a ennél a káros szokásnál, és ezt szeretnénk bemutatni. És ezt a modellt a gyerekeknél is, az iskolában is mindig bemutatjuk, hogy gondoljanak arra már fiatal korban, hogy mi vár rájuk, hogyha elkezdenek dohányozni. A dohányzás mellett szó esett többek között a magas vérnyomásról, a vércukorról és a koleszterinről is. A szülések fontosságát felismerték a lápafőiek is, nem véletlenül várakoztak a pultok előtt. Arra voltam leginkább kíváncsi a vércukorról, mert ugye cukorbeteg vagyok. Igen, mert azért leginkább, mert cukorbeteg vagyok, és leginkább arra voltam kíváncsi, meg elég magas a vérnyomásom is általában, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, csak ezért jöttem. Aki kicsit komolyan veszi, annak érdemes eljönni, amikor azért bemenni Dombóvárra. A jelen rendezvényen azért veszünk részt az egészségfejlesztési iroda munkatársaiként, hogy a falu közössége, illetve a jelenlévő érdeklődők számára bemutassuk, hogy milyen szűrési lehetőségek vannak, milyen prevenciós lehetőségekkel lehet minél korábban megelőzni azokat a betegségeket, amelyek népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságúak. Gondolok itt a szív- és érrendszeri megbetegedésekre és a cukorbetegségekre. Itt ezzel készültünk, hogy vércukorértéket mérünk, testzsír százalékot fogunk kiszámítani, ami főleg a rizikótényezők miatt nagyon fontos. Ezen kívül a kiadványainkkal szeretnénk népszerűsíteni a megelőzésnek a lehetőségeit. Nagyon stresszes életet élünk, erre kiválóan alkalmas a stresszoldása, nem a jó, a negatív stresszoldása, hogyha káros szenvedélyhez nyúlunk, illetve a betegségeknek is inkább csak a kezelésével foglalkoznak az egyének, nem pedig a prevencióval, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet. Korhatár nélkül különféle mozgásformákat is kipróbálhattak az érdeklődők. Azért ehhez kellett némi rábeszélés is. Kittyán Károly polgármester azt mondja, muszáj prevenciós akciókat szervezni, mert ezzel segíteni lehet a lakosság egészségének megőrzését. Itt különösebben más hasonló jellegű összejövetelekre nincsen mód, az emberek nem járnak diszkóba, nem táncolnak, nem vesznek részt különböző sportrendezvényeken. A régi, hagyományos értelemben vett falusi munkák már kiveszőbe vannak, nem mindenki foglalkozik ezekkel, tehát a mozgás kultúrájuk elég szegényes, ezért nekünk az egészség óvás szempontjából prevenciós jelleggel nekünk kell módot, lehetőséget találni arra, hogy ilyen jellegű egészségügyi foglalkozásokat és előadásokat tartsunk, melyeket természetesen összefűzünk egészségügyi mérésekkel is, ahol a lakosok tájékozódhatnak, hogy milyen egészségi állapotuk, legalábbis a magas vérnyomás, cukorbetegség és kisebb itt diagnosztizálható betegségek tekintetében. Lehet, hogy vannak közöttük olyan emberek is, akik itt fognak szembesülni azzal, hogy hát jó lenne valamit tenniük részben, hogy kezeltetni kellene magukat esetleg magas vérnyomás miatt, vagy pedig az, hogy ilyen jellegű mozgás kultúrát valamilyen módon találjanak ki saját maguk részére. A 140 lakosú kis településünknek körülbelül olyan 40%-a per pillanat itt van.
Nem csak a mozgás és a szűrés várta az érdeklődőket, a szervezők könnyen elkészíthető és egészséges ételeket is készítettek, hát ha ezzel megmozgatják a hagyományos táplálkozáshoz szokott háziasszonyok fantáziáját.